Ha már a bálványimádatnál tartunk, Salamon egy iskola példája annak, hogy hogyan lesz egy tökéletes emberből egy olyan, akit a mindenható már nem fogad el, hiszen nem tökéletes az ő szeme előtt. 1 Királyok 11-es fejezet elsővel Salamon király pedig megszerette sok idegen asszonyt, ugye, aki más hit, illetve más tradíciók alapján élt, mégpedig a fáraó lányán kívül a moabiták, ammoniták, edomiták, sidonbeliek, hitteusok leányait, olyan népek közül, akik felől azt mondotta volt Jahua Izrael fiainak, ne menjetek hozzájuk, és őket se engedjétek magatokhoz jönni, bizonyára az ő hatalmasságaik után hajtják a ti szíveteket, ezekhez ragaszkodik Salamon szeretettel, ugye ezekhez a nőkhöz, pedig a mindenható megparancsolta, hogy ne tegye azt, hiszen el fogják téríteni az útról. És Valának néki feleségei 700 királyné asszony, 300 ágyas, és az ő feleségei elhajták az ő szívét, ugye ezek a mindenféle tradíciókkal eltérítették őt arról az útról, ahol lennie kellett volna, amelyiken járnia kellett volna, hiszen nem tudott koncentrálni arra, amit a mindenható mondott, hanem mindenféle nők után járt, és mikor megvénül Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen hatalmasságok után, úgyhogy nem volt már az ő szíve tökéletes Jahuához, az ő Elohiméhez, amint az ő atyának, Dávidnak szíve. És ennek az lett a következménye, hogy eltért az útról. Mert Salamon követi vala Astoretet, a sidonbeliek hatalmasságát, és Milkomot, az ammoniták utálatos bálványát, utálatos ismét az a szó, amit eddig is vizsgáltunk. És gonosz dolgot cselekedik Salamon Jahua előtt, és nem követi olyan tökéletességgel Jahuát, mint Dávid az ő atya, akkor építe Salamon templomot Kámosnak, a moábiták utálatos bálványának a hegyen, amely Jeruzsálem átellenében van, és Molaknak, az Ammon fiai utálatos bálványának. És eképpen cselekedik Salamon mind az ő idegen feleségeivel, akik az ő hatalmasságaiknak tömnyéneztek és áldoztak megharagóvék azért Jahua Salamonra, hogy elhajlott az ő szíve Jahuától, Izrael hatalmasságától, aki megjelent volt neki kétszer is, és azt parancsolta volt neki, hogy ne kövessen idegen hatalmasságot, és mégsem őrizte meg Jahua parancsolatját. Ezt csak azért akartam felolvasni, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen az, hogy egyetlen hatalmasság van, egyetlen Elohim van, El van, akit nekünk követnünk kell, és az nem más, mint Jahua, az Atya. Mindazok, akik azt mondják, hogy a Szentlélek is egy Isten, meg Jézus Krisztus is egy Isten, meg ők egy, meg a három egy, meg az Ószövetség az Atya, az Új Szövetség a Fiú, a Tanák az a törvény, az Új Szövetség a szeretet. Arról nem is beszélve, akik más úton indulnak el, mint a hinduizmus, vagy a buddhizmus, vagy ez a hasonló nonsens, hanem a keresztények különösen egyetlen egy Elohim van, és az Jahua, az Atya. Ő az, akit szolgálnunk kell, és az ő útján járni. Mindazok, akik máshoz imádkoznak, akik Jézus Krisztushoz imádkoznak, hogy ő az Isten, azok nem jó úton járnak. Első Királyok 14-es fejezet, 22-es vers így szól, Júda is gonoszul cselekedik Jahua szemei előtt, és sokkal nagyobb haragra indíták őt az ő vétkeikkel, amelyekkel vétkeztek, mint atyáik azokkal, amelyeket ők cselekedtek. Nézzük meg, hogy mi ez a szokásos a történet. Az ember soha nem volt hajlandó követni a parancsolatokat, mert ők is építének maguknak magaslatokat, faragott képeket és aserákat minden magas halmon, minden zöldellő fa alatt. Mindenféle magaslatokat épít magának az ember, és ott szolgál az ő hatalmasságainak, akikről azt gondolja, hogy azok majd segíteni tudnak neki. Ez a történelmen keresztül mindig is így volt, és mind a mai napig így van. Ugye magaslat ilyen vagy olyan formában, teljesen mindegy, magaslat az magaslat. A faragott képek vagy a képek
Ugyanúgy, ahogy akkor, ugyanúgy ma is jelen vannak, és ugyanúgy utálatosság a mindenható előtt, mint ahogy akkor volt. Az, hogy egyszerűen ma megmagyarázzák úgy, hogy ezt ezért vagy azért teszik, vagy ők szeretik, meg ő tudja, ő ismeri őket, stb. Stb. Az teljesen mindegy. Az aserák pedig minden zöldellő fa alatt, ez az egész világ ebben a tévhitben él, hogy ő ezt tudja csinálni, és majd a mindenható megérti őt, és a szívét nézi, stb. A mindenható azt nézi, hogy mi az, amit ő megmondott, és mi az, amit az emberek csinálnak, és hogyan viszonyul a kettő egymáshoz. Megmondta, hogy ne állítsa senki zöld fát, meg ne áldozzon alatta, ennek ellenére az egész világ együtt csinálja, akármilyen, még a vallások között sincsen már lassan különbség. És Valának férfi paráznak, és az országban is cselekedének a pogányok minden utálatos vétkei szerint, akiket Jehua kiűzött volt Izrael fiai előtt. Tehát a férfi parázna egy újabb utálatosság, a paráznaság általánosságában véve egy utálatosság a mindenható előtt, és mindenféle pogány szokások azok szintén utálatosságok, és azzá teszik az embert, ugye vasárnapi mise, húsvét, sonka, tojásfestés, és a többi, és a többi. Villám gyorsan megnézzük még egy példát erre, második királyok 16, Akházról van szó, és így 20 esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, 16 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, de nem az cselekedé, ami a Huának, az ő hatalmasságának tetszett volna, amit Daud, Dávid, az ő atya, hanem az Izrael királynak útjukon járt, még az ő fiát is átvitte a tűzön, ugye feláldozta a fiát Moloknak. A pogányok utálatosságai szerint, akiket Jahua az Izrael fiai előtt kiűzött volt. Ott áldozott és töményezett a magaslatokon, és a halmokon, és minden zöld fa alatt. Töményezett a magaslatokon, és minden zöld fa alatt, ugye, ez a szokás, ez mind a mai napig él. Természetesen a nagy parázna, a katolikus egyház imádja ezt azonban. Ennek másfajta verziói is vannak, amik más pogány tradíciókból szivárogtak be az ember életébe, és ezeket már mindenki teljesen nyugodtan alkalmazza, minthogyha bármi is változott volna. Megint csak nem arról van szó, hogy mit lehet és mit nem. Arról van szó, hogy hogyan értelmezzük azt, amit a mindenható mondott, hogy egyrészt ne vegyük át a pogány szokásokat, másrészt ne töményezzenek a magaslatokon. Úgyhogy én elkerülném ezeket a dolgokat, amennyire lehetséges és nem muszáj, megvannak más módszerek arra, hogy az ember illatot csináljon, anélkül, hogy eltanulna más szokásokat, illetve átvenne más tradíciókból dolgokat. Második király 21 Manasszéról van szó, aki 12 esztendős volt. Ő is gonoszul cselekedett Jahua előtt. A pogányok utálatossága szerint ez a pogány dolog mindig előkerül. Azok, akik azt hiszik, hogy ők keresztények, és így ők ez alól teljes mértékben mentesülnek, a kereszténység nem más, mint egy pogány tradíció, egy pogány hagyományokon alapuló vallás. Minden vallás pogány tradíció. Hogyha az ember jobban szemügyre veszi azt, hogy milyen tanításai vannak akármelyik felekezetnek, akkor könnyedén megérti ezt. Akár református, akár evangélikus, teljesen mindegy. A vasárnapi mise az első, ami mindenkinek szemet kellene, hogy szúrjon. Onnantól elkezdve az összes ünnep, amit ünnepelnek, a karácsony, a húsvét, a vízkereszt, mit tudom én még mi van, az advent, halottak napja, Valentin nap, ezekkel folytatódik. Azok a hagyományok, amik ehhez társulnak, a sonkevés, a tojásfestés, a karácsonyfaállítás, az ajándékozás, stb. Stb. Ezek mind-mind pogány tradíciók. Ezek azok az utálatosságok, amelyekre figyelmeztet. Ő megmondta azt, hogy milyen ünnepeknek kellene, és hogyan kell azokat megélni. Akkor
azok, amiket most csinálunk, vajon honnan erednek? Azoknak emberi tradícióknak kell lenniük, hiszen azt nem találjuk meg az írásban. Ez az egyértelmű bizonyíték arra, hogy a kereszténység egy pogány tradíció. Innentől kezdve, akármit csinál az ember, akárhogy is mondja, hogy ő hisz, vagy bármit is csinál, onnantól kezdve ő már rossz úton jár, hiszen nem követi az ünnepeket, a napokat, akkor magának kreált egy újabb istenséget, aki eltörölte az összes bűnt, és így egyszerűen látja az ember azt, hogy hogyan is alakult egy pogány tradícióvá maga a kereszténység. Lényeg azonban az, hogy ismét figyelmeztet a pogányok utálatosságára, mert megépítette a magaslatokat, erről már volt szó, magaslatokat, mióta világ a világ épített az ember a Bábel tornyától kezdve, melyeket Ezékiás az ő atya lerontott, oltárokat emelt Baálnak, ugye az oltárok maga egy utálatosság, hiszen megmondta, hogy csak a köveket rakja egymásra, ne is érintse meg őket, ne is faragja meg. Állított Aserát, mint ahogy Ahab, Izrael király cselekedett, Asera az egy termékenységi istenség, ugye egy ilyen fa dolog és áldozat. Imádta az összes mennyei sereget és azoknak szolgált, akár csak ma a kereszténység és az összes többi vallás. Hogyan imádja az ember a mennyei seregeket? Karácsony például a téli leghosszabb nap, leghosszabb éjszaka, bocsánat, utána az összes többi ünnep ezekhez kapcsolódik, de egyébként a nevek, amiket használnak, akár csak a hetek nevei, a hónapok nevei, akkor az összes égi test neve, azok mind pogány istenségek nevei. Így imádja az ember az égi seregeket. Hogy az ő ünnepeik, amiket ő ünnepnek tart, az összes ünnepnek kivétel nélkül valamiféle istenséghez, hatalmassághoz kapcsolódik, azok pedig nem mások, mint csillagképek vagy csillagok. Így ünnepelnek a pogányok. Oltárokat is épített Jahua házában, mely felől azt mondotta volt, Jahua Jeruzsálemben helyeztetem el az én nevemet, tehát a neve azért csak fontos lesz. Oltárokat épített az egész mennyei seregeknek, Jahua házának mind a két pitvarában. Átvívja a fiát a tűzön, feláldozta, ugye ez az abortusz ma, és igézést és jegymagyarázást űzött, és ördöngösöket, titokfejtőket tartott, sok gonosz cselekedék Jahua szemei előtt, hogy őt nagy haragra ingerelje. És az Asera báványt, amelyet készített, bevitte abba a házba, amely felül azt mondotta volt Jahua Dávidnak, Daudnak, az ő fiának, Salamonnak ebben a házban, és Jeruzsálemben, melyet magamnak választottam, Izraelnek minden nemzetségei közül helyeztetem az én nevemet mindörökké, akkor csak van egy neve, ami fontos lehet. És ki nem mozdítom többé Izrael lábát a földről, amelyet adtam az ő eleiknek szorgalmatosan. Az én parancsolataim szerint cselekszenek, és az egész törvény szerint, amelyet nékik Mózes, Mosé az én szolgám parancsolt. Úgyhogy itt rengeteg dolgot említ, ugye a neve folyamatosan arról van szó, hogy az ő neve mindörökké ott lesz, akkor csak van neve és számít a neve. Javaslom mindenkinek, hogy nézze meg a névről készült videókat. Egyértelműnek kell lenni, hogy van egy név, és azt nekünk használnunk és tudnunk kell. A következő az, hogy az ő parancsolatai szerint kellene szorgalmasan élnie mindenkinek, és nem csak, hogy azt szerint gondolkodni, hanem úgy cselekednie az egész törvény szerint, amelyet Mózes adott az ő szolgája. Erről is számtalan videót láthatatok már, hogy hogyan vonatkozik a törvény ugyanúgy napjainkra, mint ahogy mindig is vonatkozott, akár csak az, hogy mit mond az írásról, vagy mik Jáve instrukciói, az összes erről szól. Tehát a törvények, az ő neve, az összes bávány, a pogány tradíciók, a maga a gyermekek feláldozása a világért, és azért, hogy az ember olyan életet élhessen, amilyet csak nem véletlen az, hogy óriási mozgalom manapság az, hogy a nők nyugodtan és tulajdonképpen államilag finanszírozott módon tudják a még meg nem született gyermekeiket elvetetni, illetve meggyilkolni. Ez egy fajtája ennek, amit akkor úgy hívtak, hogy átvinni a tűzön, ugye feláldozni. Ez ma ugyanez, hogy bárki ezt meg tudja tenni, ugyanúgy, ahogy lecserél a ruháját, amikor az neki kényelmes és olyan életet élhessen, amilyet csak akar.
Természetesen vannak esetek, amikor ez egy más elbírálás alá kerül, azonban azt nem hiszem, hogy a mindenható úgy néz ezekre a bolondokra, akik ezért tüntetnek az utcán, hogy a végén nem fogja ezt nekik megemlíteni. Ismét megemlíti azok mindenfajta mágiát, fekete-fehér mágiát, amit eddig is, az igézés, egy magyarázás, a különböző varázslatformákat, a titokfejtést, ugye ez mind a horoszkóp, taró, a tenyérjóslás, stb. Stb. Ez a karakter, aki ugye Manasseh elkövetett mindent, amit ma az emberek ugyanúgy csinálnak, ahogyan akkor. Minden, illetve a legtöbb film erről szól, és valamilyen ilyen vagy olyan módon szerepel benne a mágia. Ez az, amit ma reklámoznak reggeltől estig mindenféle módszerekkel az embereknek, különösen a gyerekeknek, azért, hogy őket bűnbe tereljék, hiszen tudják, hogy ha ilyen vagy olyan módon az ember elhagyja a mindenható parancsolatait, onnantól kezdve az ellenségnek könnyű préda, és egyszerűen el tudja téríteni. Második királyok 23-as fejezet nagyszerű példa arra, hogy mit is kell tennünk akkor, hogyha próbálunk visszatérni a mindenható útjára. És elküldött a király, és hozzágyűltek Júdának és Jeruzsálemnek minden vénei. És felment a király Jahua házába, és Júdában minden férfi, és Jeruzsálem minden lakosa vele volt. Papok, proféták, az egész nép kicsintől fogva nagyig, és minden beszédét elolvasa előttük a szövetség könyvének, amely megtaláltatott Jahua házában. Tehát először is elolvassa a szövetség könyvét. És odaállott a király az emelvényre, és kötéstőn Jahua előtt fogadalmat tett, hogy ők Jahuát akarják követni, ugyanúgy, ahogy most is mindenkinek kellene, hogyan, az ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni a szövetség beszédeit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, és reállott az egész nép a kötésre a fogadalomra. Ugyanez az, amit mindenkinek tennie kellene, aki benne akar lenni a végén, az udvaron belül, a kerítésen belüli része. Az, akinek mindegy, aki szeretné ennek az életnek az összes pillanatát itt kievezni, az csinálja úgy, ahogy az egész világ. Azok, akik a mindenható szeretnék követni, azoknak itt van leírva, hogy hogyan kell. És az, hogy régen a törvényeket kellett követni, most pedig az ember csak a szívét követi, és mindenkit szeret, az pedig itt van megcáfolva, már akkor is teljes szívből és lélekből kellett volna megőrizni. Ez volt a probléma akkor, ez a probléma most. Hogy senki nem hajlandó erre, legalábbis a legtöbb ember nem hajlandó. Tehát az ő parancsolatai, bizonyságtételei, rendelései teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni a szövetség beszédei. És így kezdték el, ahogy a négyes vers írja, megparancsolá a király Hilkiának, a főpapnak és másodrendbeli papoknak és ajtóőrizőknek, hogy Jahua templomából hordjanak ki minden edényt, amelyet Baálnak, Aserának és az egész mennyei seregeknek csináltak, és megégeti azokat Jeruzsálemen kívül Kidron völgyében, és azok hamvait Bételbe vivé. Tehát elkezd megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek a pogány életformára emlékeztetik. Ugye ezekből nincs hiány manapság sem, ezek azok a dolgok, amiktől az embernek meg kell szabadulnia minél hamarabb, és megtisztítani a lakását ezektől a dolgoktól. Ezek különösen a keresztény dolg, de bármely más pogány tradícióból származó elemek ugyanígy ebbe a besorolásba kerülnek. Ezután így szól, és kiírta a bálványpapokat is, kiknek Júda királyi állítottak be, hogy a magaslatokon töménezzenek, erről már volt szó, Júda városaiban, Jeruzsálem körül, és mindazokat is, akik Baálnak, aki ugye az ellenség maga, a napnak, a holdnak, az égi jeleknek és az egész mennyei sereknek töméreztek. Ugye maga a karácsony az a leghosszabb éjszaka, akkor születik újjá a nap, és
Ennek a jelképe Jézus Krisztus, a Jézuska, ami akkor születik meg, ugye a nap, akkor születik újra, akkor kezd el újra növekedni a nappalnak a hossza, ennek az ünnep a karácsony, így ünneplik a napot, a holdat az úgynevezett zsidók, illetve a muzlimok, akik a hold szerint követik az idő múlását, illetve kezdik a hónapokat, stb. És az összes égi jelek, ezek a horoszkópok, a NASA, és a többi, ezek mind-mind ide tartoznak, csak napjaimban. Ezután megszabadul ugye a mindenféle szobroktól, lerontá a férfi paráznák házait, amelyek Jahua háza mellett voltak, és melyekben az asszonyok kárpitokat szőttek Aserának. Ez gondolom nem szorú magyarázata, mindenki megszabadul a régi életmódjától, és elkezdi követni mindenható útját. Behozatta az összes papokat Juda városaiba, és megfertésztette a magaslatokat, amelyeken a papok tömjéreztek. Gebától egész Bersebáig lerontotta a kapuk mellett levő magaslatokat, ugye ezek mind-mind a különböző építmények, vallási épületek, stb., melyek Józsuének, a város fejedelmének kapuja előtt voltak, balkész felől a város kapujában. Érdekesség, 11-es vers eltávolította a lovakat, melyeket Júda királyai a napnak szenteltek, Jahua házának bemenetelénél, Nátán mélyek udvari szolga háza mellett, mely Farvarimban volt, és a nap szekereit tűzzel elégette. Szóval itt voltak ugye lovak, amiket a napnak szenteltek a ház kapujában, illetve napszekerek, ezek pedig mind a mai napig fennállnak. Ugye az összes ezek közül ez mind-mind a napisten ilyen vagy olyan formában, attól függetlenül, hogy római császárnak hívják, a római császár maga volt ugye a napisten, a meghódíthatatlan nap fia, és ennek a jelképe volt, ez minden jelentős városban van, az emberek csodájára járnak, a diadalíveknek, ami nem más, mint egy-egy pogány istenség a kapu tetején. Ugyan erről a szekerekről és ezekről a lovakról volt szó itt. Később az oltárokat lerontotta, ugye, amik a palota tetején voltak, illetve a magaslatokat, amiket Aserának építettek, azokat is lerombolta. Különböző istenségek, illetve hatalmasságoknak szánt helyeket, amik utálatosságok, szintén megfertőzik az embert. Összetörte az oszlopokat, kivágatta az aserákat, amik ugye különböző kertek, és azok helyét embercsontokkal töltötte meg. És ezek után 24-es vers, kivesztette Jósiás király az ördöngősöket, titokfejtőket, teráfokat, báványokat, mindazokat az utálatosságot, amelyek láttattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény beszédeit, amelyek megvalának írva a könyvben, amelyet Hilkia a pap talált meg az úrházában. Ugye, kérdés az, hogy mi lehet ez a könyv, amiről szó van, nem más, mint Mózes törvényei. Ez az egyetlen út, ahogyan a mindenhatóhoz vissza lehet kerülni. És az pedig, hogy helyreállítja az ember a törvény szerinti életet. Nem is volt őhozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna, hogy a Huához teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből, a Mózesnek minden törvénye szerint, de utána sem támadott hozzá hasonló. Tehát ez az egyetlen módja, hogy az ember elkerülje azt, hogy utálatosság legyen ő belőle, és hogy legyőzze ezeket a dolgokat. Az pedig az, hogy teljes szívéből, lelkéből és erejéből visszatér Mózes minden törvényéhez, amiket a mindenható adott Mózesnek, hiszen ez az ő útja, ez az, amiben ő örömét leli. És ugyanitt le van írva már másodjára, hogy ugyanúgy szívből, lélekből és teljes erőből kell csinálni, ahogyan azt a megváltó tette. Ő nem törölt el semmit, nem töltött be semmit, nem szüntetett meg semmit. Ő megmutatta, hogyan kell ezt csinálni tökéletesen. Mit a Mózes törvényét és a törvény beszédeit, amelyek a könyvben benne vannak. Ha akkor így dicsérte Jósiást, hiszen ő az, aki megtért és ezt cselekedte, akkor miért ne lenne ugyanez ma? Akkor miért élhetnénk mi úgy, ahogyan a pogányok, és akkor minket is ugyanúgy fog majd szeretni, vagy megdicsérni, mikor
elmagyarázta százszor, hogy mi az, amit ő akar. Itt szeretném bemutatni a másik szót, amit használ az utálatosságra. Strong's H8263, Sheketz, Ez pedig a seket szó, ami szó szerint azt jelenti utálatosság, megvetendő dolog, vagy egy bávány, tisztátalan dolog. Ez a seketsz szó eredete a következő szó. Strong's H8262, Sheketz. A seketsz, ami egy ige, és ami ugyanazt jelenti, hogy valamit utálni, valamitől undorodni, valamit utálatosnak tartani, azzá tenni. Egy harmadik szót is használ, ami szintén ugyanebből ered az előző szóba. Strong's H8251, Sheketz, and second entry, Sheketz, Sheketz. Ez pedig a Sheketz szó, ami szó szerint ugyanazt jelenti, amit az előzőek. Ez egy főnév, természetesen, míg az alapszó, a szótő az egy ige, és a másik szintén egy főnév, ugye ez maga az utálatosság, illetve ez is utálatosság, és az igéből ered. Az egyik legnagyszerűbb gondolat talán az összes közül az Tehelim Zsoltárok 14-es fejezet, ami így szól, az éneklő mesternek Dávidé, Daudé. Azt mondja a balgatag, a bolond, az ő szívében nincs Elohim. Mindazok, akik más úton járnak, akik más hatalmasságok után futkosnak, azok mind bolondok az írás szerint. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Aki nem jót cselekszik, az utálatosságot cselekszik, tehát az utálatosság a jó cselekedet ellenkezője, ellentétje, és az pedig a törvények ellen való élet, hiszen a jó mindig a törvényt jelenti. És ezek azok, akiket a mindenható keres, akik az ő útját keresik, és az ő parancsolatai szerint járnak. 53-as Zsoltán megismétli ezt szó szerint, hogy biztos mindenki megértse. Ezt mondta a balgatag, a bolond az ő szívében nincsen Elohim, megromlottak és utálatos hamisságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az utálatosság mindaz, ami a jó ellenére van. Elohim letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Elohimet kereső. Az értelmes az, aki Elohimet keresi, a balgatag az, aki pedig nem, a romlott és az utálatos az, aki nem a mindenhatót keresi, a jó pedig az, aki őt keresi, és ez az értelmes. Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Ez pedig példabeszédek, Misli 3-as fejezet, 32-es vers, mert utálja Jahua az engedetlen, és az igazakkal van az ő titka. Ha eddigiek nem voltak elegek ahhoz, hogy egyértelművé tegyék azt, hogy mi az, amit a mindenható akar, akkor itt van, le van írva szó szerinted, utálja Jahua az engedetlent. Ki az engedetlen, aki nem követi a parancsolatokat, a rendeléseket, és amiket instrukciókat meghatározott a könyvében, ami az értelem, ami jó, ami az igazság, és az igazakkal van az ő titka. Azok fogják megismerni a végén, és eljutni hozzá, akik pedig engedelmesek. Nem véletlen az, hogy így kezdi ugyanezt a fejezetet. Fiam, az én tanításomra el ne felejtkezz, és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd. Mert napoknak hosszú volt, tehát hosszú életet, sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven. Ha akkor így volt, miért változott volna meg? Ha akkor így volt, és ma mi nem tartjuk be, akkor mi az eredménye vajon annak ma? Ha ő nem változik meg, ahogyan azt írja Malakiás 3.6-ban, és az ő szava nem tér vissza hozzá üresen, Ézsaiás 55.10, akkor hogy lehet az, hogy mára megváltozott? Úgyhogy nem változott meg, úgyhogy egész egyszerűen az egész világot átverte az ellenség, így lehet. El is mondja azoknak,
akik kicsit lassabbak. Misli, 6-os fejezet, példabeszédek, 6-os, 16-os vers, hogy mi az, amit utál, mi az, amit gyűlöletesek, amik utálatosak, amik az embert nagyon könnyen a kerítésen kívülre juttatják. E 6 dolgot gyűlöli Jahua, 7 dolog utálat az ő lelkének. Kevés szemek, a büszkeség, hazug nyelv, a hazugság, ártatlan vértontó kezek, azok, akik az ártatlan tölik, gyakorlatilag az egész világ manapság, ugye az összes háborúval, az álnok gondolatokat forraló elme, gonoszra sietséggel futó lábak, hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. Természetesen azok, akik mindig azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet nyerészkedni, hogyan lehet a saját ügyüket előre mozdítani, és másokat megkárosítani, ezek az álnok gondolatok, a gonoszra sietséggel futó lábak, gonoszság pedig egyértelműen az ő parancsolatainak és instrukcióinak ellenkezőjét jelenti. Természetesen a hazugság, illetve a hamis tanú nem véletlenül szerepel kétszer, a hazugságot utálja Jahua, és hazugság lehet az is, ha csak egész egyszerűen az ember vádaskodik össze-vissza mindenféle értelem nélkül, vagy különösebb utánajárás nélkül, amiből rengeteg van az interneten. Nem véletlen, hogy az ellenség ennyire szabadjára engedte a világot az interneten, és az összes szemétláda dolgait. Az utolsó pedig, aki szerez háborúságot az atyafiak között, ez természetes mindazok, akik pletykálkodnak, akik terjesztik az össze-vissza mindenféle hazugságot, a félinformációkat, azokat a dolgokat, amiket ők gondolnak, akik mindig másokról beszélnek, akik mindig másokról, mások háta mögött beszélnek, ezek az emberek mind utálatosságok a mindenható előtt. Úgyhogy érdemes ezt mindenkinek szem előtt tartani, és erre is figyelmeztet a következő sorokban. Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját és anyád tanítását, el ne hagyd. Természetesen ezek akkor, amennyiben az egyezik Jahua parancsolataival, kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba, valahová mész, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled. Mindig és mindenkor ennek kellene az ember eszében lennie. Miért? Azért, mert szövétnek lámpás a parancsolat, és a tudomány a világosság, és életnek úta tanító feddések. Ezek a parancsolatok és instrukciók. Ha valaki azt gondolja, hogy ezeket megváltoztatta, mert neki ez nem tetszett, és eltörölte, és mostantól ezeket mindet lehet csinálni, akkor sok szerencsét annak. Felsorolja azt, hogy mi az, amit gyűlöl Jahua, és mi az, amiket utál, és aztán azt mondja, hogy kösd azokat a szívedbe, mindenkor fűzd a nyakadba, hogy tudjad, hogy mit ne csinálj. Azért, mert akárhová mész, ez lesz majd az iránytű, ami megmutatja azt, hogy hogyan, mit lehet és mit nem, mi a helyes döntés egy-egy helyzetben, mit lehet mondani és mit nem, hogyan kell az emberekkel viselkedni. Amikor alszik, akkor természetesen ez az, ami megőrzi, hiszen vigyáz rá a mindenható, és utána ezen meditál egész nap. És akkor így kerül közelebb az ember a mindenhatóhoz. Nem úgy, hogy azt mondogatja magába, hogy ő szereti, meg ő imádja Jézus Krisztust, és aztán meg viszlát. Példabeszédek 8-as, 7-es vers, mert igazságot mond ki az én ínyem, igazság ugye a mindenható szava, és utálat az én ajkamnak a gonoszság pedig azok ellenére való cselekedetek, minden. Ezek azok, amiket a mindenható utál, akik nem követik az ő instrukcióját. Példabeszédek 11-es fejezet, 1-es vers így szól, az álnok font, ugye ez mértékegység utálatos Jahuánál, az igaz mérték pedig kedves néki, ugye a személyválogatás, az, aki csal, hazudik, lop, az mind utálatos, erre utal az álnok font, ami utálatos, az igaz mérték pedig az ő szava, és az alapján való élet. Ugyanitt a 20-as vers, utálatosok Jahuánál az álnok szívűek, és kik azok, akik nem, kedvesek pedig ő nála, akik az ő útjukban tökéletesek. Hogyan lehetne az ember tökéletes, hogyha a saját feje után megy,
és nem a mindenható Jahuva instrukcióit követi? Ez a nagy kérdés. Természetesen erre utalt a megváltó is, mikor azt mondta, hogy majd ő megmutatja az utat, az ő benne való hit az, ami elvisz minket az igazsághoz, és aki ő benne hisz, az nem bűnözik, stb. Stb. Ez mind azt jelenti, hogy ha ő benne hiszünk, akkor nem fogjuk megszegni a törvényt, mivel úgy fogunk élni, ahogy azt megkívánja. De azt nem tudjuk csak akkor, ha elolvastuk és megértettük. Hogyha valaki nem olvassa el, az nem fogja csak úgy kiszopni a kis ujjából, hogy hogyan kell élni. Következő fejezet 12-es, 21-es vers. Utálatosak Jahuánál a családbeszédek, hazugság, a csalás, hamis tanúzás, mindenféle ehhez hasonló dolgok, akik pedig cselekesznek hűségesen a törvényeihez, instrukcióihoz, kedvesek őnála. 13-as fejezet, példabeszédek 13-as vers. Az igének, a mindenható szavának megutálója megrontatik, aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. Még hányszor kell, hogy elmondja? Az emberek azt gondolják, hogy ez az egész könyvet tulajdonképpen ő kidobta az ablakon azért, hogy mi úgy tudjunk élni, mint a pogányok. Ez egyszerűen nem megy a fejembe, de én biztos vagyok benne, hogy nincs olyan oldal ebben a könyvben, ahol legalább egyszer ezt nem mondaná el. Ez az egész könyv erről szól. Beleértve a Tanák, az úgynevezett Ószövetség és a Brit Katasá, az úgynevezett Új Szövetség ugyan erről szól. Az pedig az, hogy az igének megutálója megrontatik, azaz a kerítésen kívül kerül, aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. Az pedig, aki aszerint jár, az pedig belülre kerül. Ez erről szól. Két fajta ember van, két nép lesz a végén. Az egyik kívül lesz, a másik pedig belül. És az egyetlen dolog, ami a különbség lesz, az az, hogy aki belül volt, az kereste a mindenhatót, és úgy is él tiszta szívéből, lelkéből és teljes erejéből. Aki pedig kívül van, az pedig úgy élt, ahogy ő gondolta, hogy élnie kell, illetve ahogyan a világ él. Példabeszélek 15-ös fejezet, 8-as vers így szól. Az igaztalanok istentelenek áldozatja gyűlölséges Jahuának, kik az istentelenek, akik nem követik az instrukciókat és a Tanák, illetve a Tora parancsolatait. Az igazak könyörgése pedig kedves néki. Azok az igazak, akik pedig követik. Azok, akik azt mondják, hogy miért az Ószövetségből olvasunk föl mindig, mert ez az mindenható szava. Ő ezt hívja írásnak, ezt hívja könyvnek, ezt hívja igaz beszédnek. Hiszen ebben írja le, hogy mi az, amit ő akar. Az úgynevezett új szövetség az ennek a megerősítése úgy, hogy a szó eljött testben, és megmutatta nekünk, hogy hogy kell élni. Aszerint, ami le volt írva az úgynevezett ószövetségben. Akkor nyilván az ószövetségből lehet megtudni azt, hogy hogyan kell élni, hogyha aszerint élt a megváltó. Akkor nyilván innen kell megtudni azt, ahogyan élni kell. Ezért mindig innen olvasunk föl, vagyis legtöbb esetben. 9-es útállat Jahuánál az igaztalanok úta. Mindenki, aki nem követi azt, teljesen mindegy, hogy kereszténynek vagy buddhistának hívja magát, az útállat a mindenhatónál, az az út, ahol ő jár. Az pedig, aki követi az igazságot, szereti. Mi az igazság? Az ő szava. Az, amit itt most olvastunk föl, órák hosszat. Ez az igazság. Aki azt követi, az szereti, aki nem, azt utálja. És ez nem lesz ennél egyszerűbb. 26-os vers ugyanitt. Útálatos, aki a Huának a gonosz gondolatok, mi a gonosz, mindaz, ami a parancsolatok, instrukciók ellenére történik. Kedvesek a tiszta beszédek. A tiszta beszéd számtalanszor szó volt róla. Az igaz beszéd a mindenható szava. 16-os példabeszéd, 16-os fejezet, 5-ös vers, utálatos Jahuának minden, aki elméjében felfogalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. Ezek a dolgok akkor is így voltak, most is így vannak, és mindig is így lesznek. És ki még utálatos, aki igaznak mondja a bűnöst és károsztatja az igazat, utálatos az Jahuának egyaránt mind a kettő. Azok, akik ma azt mondják, hogy a törvényeket eltörölték, ők azok, akik ezt csinálják. Hiszen a törvények, az instrukciók
nélkül nem lehet megkülönböztetni az igazat és a bűnöst. Így ők óhatatlanul is ebbe a hibába fognak esni. Úgyhogy mielőtt valaki véleményt mond, érdemes megbizonyosodni arról, hogy mi az, amit a mindenható meghatározott arról a bizonyos dologról. Nem az, amit a világ gondol, vagy amit én gondolok, hanem az, amit az igaz beszéd, a tiszta beszéd, a mindenható szava meghatározott azzal kapcsolatban, ami nem megy sehova. Újra előkerül az, aki nem azonos mértékkel mér, ez pedig 20-as misli példabeszédek, 20-as fejezet, 10-es vers, kétféle font és kétféle mérték utálatos Jehuánál egyaránt mind a kettő. És a második szemtanú, a második megerősítés erre, a 23-as vers utálatos Jehuánál a kétféle súly és a hamis fontok nem jó dolgok. 21-es fejezet, 27-es vers, az igaztalanok istentenek áldozatja utálatos, kivált, mikor gonosz tettét viszi. Azok, akik nem járnak az úton, nem tartják be az instrukciókat, nem is keresik az utat, azoknak az áldozata utálatos. Nem arról van szó, hogy azok, akik nem tudják, és próbálkoznak, és keresik, és hogyha találnak valamit, akkor javítanak az életüken, hanem azok, akik makacsul ragaszkodnak ahhoz, amit a világ hirdet, hogy mindent lehet, és a mindenható szeret mindenkit mindenért bármilyen is. Ezek azok az igaztalanok, az emberiség túlnyomó többsége, az ő áldozatuk teljesen mindegy, hogy mennyire próbálkoznak, utálatos, mivel nem keresik az igazságot. Különösen akkor, mikor valamilyen tettükért bocsánatot szeretnének kérni tőle, hiszen nem is keresik az utat, és azt várják tőle, hogy megbocsásson csak úgy, és ez nem fog bekövetkezni. 24-es fejezet példabeszédek, 9-es vers, a balgatag dolognak gondolása bűn. Balgatag az ugye bolond, a mindenféle dolgok, amik ellenére vannak az instrukcióknak, és a rágalmazó az ember előtt utálatos. Ez a rágalmazó mindazokat jelenti, akik arról beszélnek, hogy a törvényeket nem kell betartani. Mindazok, akik nevetségessé teszik, akik lekicsinlik, akik becsmérlik a törvényeket, akik azt mondják, hogy már ezt nem élnek, ezek azok, és akik ráadásul még azokra, akik próbálkoznak, azokra is ugyanígy gondolnak. Ezt onnan lehet tudni, hogyha megnézzük, hogy mit is jelent ez a szó. A rágalmazó szó itt, ugye ez a szó lutz, és ez pontosan ezt jelenti. Valakit becsmérelni, valakit nevetségessé tenni, valakire csak úgy beszélni, valakiről arrogánsan beszélni, fennhéjazva beszélni, lekicsinylően beszélni valamiről, valakiről. Pontosan az utálatos dolog, ami történik a mai világban. Hogy mindenkiről, aki ezt az utat próbálja járni, így beszélnek és így gondolnak. Nem véletlen az sem, hogy a balgatag dolog gondolása található előtte. Hiszen a rágalmazó balgatag dolgot is gondol. 28-as fejezet, példabeszélek, misli 9-es. Ez egy újabb intés azok számára, akik még mindig nem hajlandók a instrukciókat követni és a Torah szerint élni a megváltó hitével. Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. Nézzük még egyszer, valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, mint a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy már ezt eltörölték, ez régi, ez ó, ez megszűnt, ez betöltötte, stb. Stb. Aki ezt teszi, annak könyörgése is utálatos. Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, aki azt hirdeti, hogy nem kell a törvényeket már hallani, vermében maga esik bele, a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. Kik a tökéletesek? Azok, akik az úton járnak az instrukció alapján. Végezetül pedig 29-es példabeszédek, 29-es fejezet, 27-es vers, így szó, iszonyat, azaz utálatosság, ugyanaz a szó,
az igazaknak a hamis ember, és iszonyat az igaztalannak az igaz úton járó. Azok, akik követik az instrukciókat, akik tökéletesek akarnak lenni, akik tiszta szívből, lélekből és teljes erejükből az úton járnak, ahogyan a megváltó azt megmutatta nekünk, azok számára utálatosság a hamis ember. És természetesen fordítva is igaz. Ezért néz ki úgy a világ, ahogy kinéz, ezért beszélnek úgy azok, akik a saját törvényeik alapján akarnak élni, akik a világ törvényei alapján akarnak élni, és nem hajlandók a mindenhatóhoz közelebb húzódni, ezért beszélnek úgy azokról, akik próbálkoznak. Ez a kettő soha nem lesz harmóniában, hiszen nem is lehet. És csak hogy ez mennyire nem változik, nézzük meg Rómaiakhoz 8-as fejezet, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség, mert a test gondolata ellenségeskedés Elohim ellen, mint hogy az Elohim törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, a világ nem lehetnek kedvesek Elohim előtt. Ez a két út áll egymással szemben. Az igaztalanok, illetve az igazak útja. Az igazak, akik a lélek szerint járnak, a hamis ember pedig az, aki a test szerint, a világ szerint. Erről ír Pál Saul a rómaiakhoz írt levelében, akárcsak erről Jakab a 4-es fejezetben. Paráza férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Elohimmel. Aki ezért a világ barátja akar lenni, Elohim ellenségévé lesz. Ugyanez található meg itt is. Az üzenet mindvégig ugyanaz volt, és mindig is ugyanaz lesz. Az embernek választania kell a mindenható útja, illetve a világ útja között. Az egyik az igaz, a másik a hamis, és a kettő utálja egymást. Az egyik a test, a másik a lélek, és a kettő szintén utálja egymást. Akárcsak a világ és a mindenható. Hiszen a világ az ellenségtől van, és ez mindig is a mindenható ellen lesz. Folytatjuk a következőkben, hogy mit tudunk kiszedni még Ézsaiás, Ezékiel fejezeteiből, illetve meg fogjuk nézni a Brit Kadasa, az új szövetséget az utálatosságok tekintetében. Remélem hasznosnak találtátok, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!